hogyan tapasztalták ezt a helyzetet, ami kialakult, tehát milyen tapasztalatokon gyerekektől esetek, volt-e visszajelzés, hogyan értesültek, hogy történtek? A történtekről igazából az óvoda vezetésén keresztül értesültünk, amikor egy március 1-e reggeli 10 órás levélben kaptuk azt, hogy az ott dolgozó óvodapedagógust felmentették munkaköréből, és az élettolerancia elvét fogalmazták meg az óvoda részéről. Mivel azért régóta jelen vagyunk az óvodában, több gyermekünk odajár, és egyetlen egy pedagógiai asszisztens van, aki fiú, és ilyen munkakört töltött be, ezért mindannyiunk számára egyértelmű volt. Ilyenkor az ember agyában felmerül, hogy úristen, mennyit töltött az én gyerekemmel, pontosan mi az, hogy akkor ki ellen, milyen fajta dolog merült föl. És ugye innen kezdődnek el a szálak. Én ehhez képest kaptam másnap telefont, ahol mondták, hogy ennél azért valószínűleg ennél sokkal komolyabb dologról is van szó. Szülőként ugye az ember összeroppan első körben, és nem tudja, hogy akkor hogyan tovább, hogy kérdezze meg a gyerekét, mit csináljon. És elbizonytalanodik, hogy akkor tényleg történt-e valami, vagy nem történt. Az egész szál az innen indult valahonnan, de aztán, amikor az ember egyre több részletet hall, akkor rájön, hogy ez egy nagyon-nagyon szürke dolog. Nagyon nehéz egy óvónőnek is azt mondani, hogy pontosan mi történt, és egy szülő felé jelezni azt, ha az neki nem olyan, amit lát, amiről azt gondolja, hogy tényleg nem helyes, amit egy kisgyerekkel. Ugye az ABC-ben is az A és a Z betű között azért rengeteg minden van, és azt gondolom, hogy mindenre nem lehet pontosan ugyanazt ráhúzni. Egy ilyen szó, ami most elhangzik, és direkt nem is akarom kiejteni, annak nagyon sok árnyalata van, és szülőként nem csak az a problémánk, hogyha a legdurvább dolgok történnek meg, hanem ennél egy jóval egyszerűbb és sokkal kézzelfoghatóbb is, ami a gyermeknek fel sem tűnik. Ugye legtöbbször azt gondolom, hogy azért is maradhatott ez így figyelmen kívül, mert a gyerekeink ezt nem tudták jelezni, hisz lehet, hogy egy részét játékosságnak vagy valamiféle barátkozásnak élték meg, és nem is annak, ami valójában történik velük, hisz túl kicsik ahhoz, hogy tisztában legyenek ezekkel a dolgokkal, és hogy mi meddig tart. A mi csoportunkban az óvónő próbált meggyőzni bennünket arról, hogy ő megfelelő odafigyeléssel próbált ezeket a helyzeteket elhárítani, de szülőként azért arra is gondol az ember, hogy mi van, amikor ő nem volt ott, és a gyermekünk tényleg úgy volt egy délutáni foglalkozás során egyedül az érintett személlyel, hogy amúgy senki más nem volt jelen, hogy akkor mi történtek. És ennek kapcsán ugye az, hogy elindult egy nyomozás, az minket ilyen szempontból nem is tudjuk befolyásolni, és nem is célunk befolyásolni, hanem az a lényeg, hogy ami... Nem tudom, megnéznek az óvodában? Hát ja, én abszolút nem. Tehát ahol ez így megtörténhet, és erre nem tárul föl valamiféle... Tudja, mi hiányzott legjobban? A legjobban azt hiányzott, hogy március 1-én, amikor ezt délelőtt kiadták, hogy délután a szülőket, a szülők vezetőit, hisz minden csoportban van SMK szülő, nem voltak összehívva. Hisz ha a médiából megtudtuk, egy hét felkészülési idő volt, amíg a nyomozati szak zajlott, amikor ők tudták, hogy ezt be fogják jelenteni utána, lévő héten pénteken, vagy amikor ugye a rendőrség erre engedélyt ad. És akkor nagy kérdés bennünk, hogy akkor miért nem hívták oda a szülőket, és mondták el, hogy nagyon sajnálják, hogy a mi óvodánkban ez történt. Nagyon sajnálják, hogy ha voltak is jelekük, ezekre nem reagáltak, vagy nem vették észre. És hogy ez azóta se történt meg. Tehát szülőkkel való kommunikáció gyakorlatilag nincs. Arról van információ, hogy bárki szülő jelezte az óvónőknek, akár az óvónőt tovább az intézményvezető felé, van erről bármi? Hát hallottuk, hogy volt olyan óvónő, aki szóvá tette a vezetőség felé, hogy olyan dolgok történtek, vagy olyanra lett figyelmes, ami számára már túllépi ezt a határt, amit megtehetett volna ez a személy. Sajnos, hogy onnan tovább került ez az ügy, arról nincs tudomásunk. Hát a nevét megmondják? Nem. Köszönöm. Nem, mert az... Jó, világos. Jó, még esetleg még egy gondolat, hogy ugye mikor kirobbant a botrány március 1-én, akkor meg azt megelőzően nyilván elindult egy rendőrségi nyomozás. Ebben az időszakban valahol az önkormányzati vezetés úgy döntött, hogy azt a stratégiát választja, ami szerint beáll az óvodavezető mögé, és nem teszi őt egyértelműen felelőssé ezen
helyzet miatt legalább erkölcsi szempontból. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy meglehetősen kockázatos stratégia. Akkor, hogyha a belső vizsgálatnak az eredménye, önkormányzati belső vizsgálatnak az eredménye, ami azt hivatott kutatni, hogy az óvodavezető a tőle szerepétől elvárható gondossággal és felelősséggel járta el, azt hozza majd ki, hogy nem érintett és visszahelyezhető az óvodavezetői munkakörébe. Hogyha ezzel szemben néhány héttel, akár hónappal később a nyomozás eredménye pedig esetleg felveti az ő érintettségét ebben az ügyben, akkor az politikai meglehetősen kockázatos helyzetet teremt a jelenlegi kerületi vezetés számára. De én azt gondolom, hogy mindentől függetlenül, tehát itt bármilyen vezetés is van, ha egy közintézményben, ahol kiskorúak vannak, felmerül egy ilyen kérdés, akkor minden esetben utána kell menni. Akkor is, ha arról az óvónőről azt gondolom, hogy ezt tévesen állítja. Tehát nem nincs az az opció, amikor egy ilyen horderejű dolgot. Vannak olyan dolgok, amik azt mondja az óvodavezető, jó, persze, hát most nem volt ma olyan a menza, akkor az belefér. Na de hát ez ennél sokkal súlyosabb. Tehát ennél nagyobb dolgot nehéz elképzelni óvodán belül, ami történhet. Tehát az a minimum, hogy ezeket átócettig átnézik. Azon kívül, hogy leülnek és azt mondják, hogy mindenki erről, akkor ne szóljon semmit. A mai önkormányzati ülésen azt hallottuk, hogy intézkedési tervek, miket mondtak még? Tehát ilyen bürokratikus megoldásokkal akarják azt biztosítani, hogy jövőben ilyen helyzetek ne fordulhassanak elő. Hát nyilván itt egy bűncselekményről van szó, egy büntényről, és egy vélhetően foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésről, ami itt jogilag felmerülhet ebben a kérdésben. Ezeket SMS módosításokkal, új intézkedési tervekkel esetleg a kockázatot lehet valamelyest csökkenteni, de nyilván ezeket az emberi hibákat teljesen kiküszöbölni ebből a folyamatból nem lehet. Köszönjük szépen!